Akvitán FC keretéből az előző fordulóhoz képest Umatum Ádám sérülés, Farkas Aurél eltiltás miatt maradt ki, de visszatérhetett a kezdőbe Haragos Viktor és a kispadra a Szabó Mészáros kettős. Még az Ajkaiaknál négy helyen is változott a legutóbbi kezdő, bekerült Frák, Garai, Szarka és Major. A mérkőzés első kapura lövését a vendégek jegyezték, a második percben egy baloldalról érkező labdát Kovács Nikolasz lőtt rá 16 méterről, a középre érkező lövést azonban védte Zelizi. A 11. percben Nagy Zoárd ugratta ki a bal szélen Haragost, a hazai támadó végigfutott az ajkai térfélen, majd élesen középre lőtt, a labda azonban elkerülte a vendégek kapuját. A 15. percben aztán jött a mérkőzés első gólja, a jobb oldalon Kovács kapott remek labdát Zsolnaitól, a vendégek szélsője erőből belőtte a labdát a kapu elé, a hosszú oldalon érkező Borsos Filip pedig 6 méterről a hálóba vágta az ajkaiak vezető találatát. A válasz nem késett sokat a 19. percben, Szalai jobboldali beadása Szarka kezéről vágódott le, a játékvezető pedig azonnal be is fújta a jogos büntetőt. A labda mögé Nagy Zoárd állt, és bár szabados kapus érezte az irányt, nem védhette az erős és pontos lövést, mely a kapufáról pattant a vendégkapuba. A 23. percben Kovács 24 méteres lövését ütötte ki Zelizi, majd a 26. percben már a hazaiaknál volt az előny. Szakály végzett el szabadrugást szinte az alapvonalról. Az Akvitál tízese a rövid sarokra ívelte a labdát, a kiválóan érkező Murka Benedek pedig a rövid sarokba fejelte a játékszert. Az első félidő utolsó helyzete a látogatóké volt. Egy labdaszerzés utáni kontránál a bal oldalon Borsos tört be a 16-osra. A labda elpattant tőle, de pont így lett jó Majornak, aki lőtt is, Zelizi azonban lábbal védett. A második félidőt Haragos, kaput kevéssel eltévesztő jobblábas lövése vezette fel. Majd az 58. percben újra a hazaiak támadója volt a főszereplő. Major Marcel ragyogó kiugratása után elhúzta a labdát a rossz ütemben kilépő szabados kapus mellett. Major Gergő azonban tartotta a lépést a támadóval, és nagy küzdelemben tisztázni tudott. A 60. percben aztán megfogyatkozott a hazai csapat, Szalai sárgalapot érően állította meg a bal szélen meginduló Borsost, mivel ez már a második lapja volt a hazaiak védőjének, ember hátrányba került az Akvitál FC Csákvár. A 76. percben ki is használta ember előnyét az Ajka, egy jobboldali szögletnél teljesen szabadon maradt Csizmadia Zoltán, a vendégek védője pedig hajszálpontos fejest küldött a léc alá, 2-2-re alakítva az állást. A házigazda a 84. percben Dusinski rövid sarkos lövésével veszélyeztetett, szabados azonban biztosan védett, míg a 86. percben Zelizi Patriknak nagyobb bravúra volt szüksége. A hazaiak kapusa a hosszúba tartó Pantovic szabadrúgást tornázta szögletre. Mivel újabb gól már nem született, a csapatok nem jutottak döntésre, az Akvitál FC Ajka mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult.